Templomépítés több pénzforrásból finanszírozzák, pályázatokból és a helybeliek támogatásából, illetve az indzsiai önkormányzat is ígéretet tett, hogy fedezni fogja a költségek egy részét. Még 100 000 euró hiányzik a templom befejezéséhez. Sajnáljunk minket a templomot. Nagyon sajnáljuk, minket nevelődtünk ebbe a templomba, tudja. Hát de nagyon gyűn esik szét a főd, hullik erre, arra mennyi, mink elküldöttünk erre a templomra, és megint csak tönkre ment. Már régen készültek, hogy majd hozzáfogunk, meg hogy csinálunk templomot, hát de valahogy nem volt olyan papunk, nem volt olyan vezetőség pásztorunk, aki ugye akarta. No, de most ez nagyon belement, úgyhogy hogy nagyon nagy kedvet csinálja, igazán nagyon, mondom, ilyen sokat nem dolgozott, még egy pap se, amennyit ezt dolgozik. Ez a templom már elég öreg is, meg nedves is, meg javítgattuk, próbálgattuk helyrehozni, de egyszerűen láttuk, hogy nem sikerül, úgyhogy egyszerűen arra jöttünk, hogy legjobb lenne egy templomot építeni, és hát valami miutánunk is maradjon. A projektum első és második fázisában az új templom és a lelkipásztori központ kiépítése történik, amelyben a hittant, illetve a különböző hitközségi és művelődési találkozókat tartjuk, a harmadik fázisban pedig lebontjuk a régi templomot, amelyet mindannyian sajnálunk, de a hívők szerintem büszkék lesznek az új templomra is, mert ezt ők építetik. A tervek szerint Szent Pál apostolok napjáig, június végéig tető alá kerül az új Szent Anna templom. A teljes befejezéséhez viszont a jóttevők további segítségére van szükség.